Megújult külső homlokzat, új szigetelés, frissen telepített napelemek, kicserélt ablakok és nyílászárók. Ezek a fejlesztések kívülről is jól láthatóak a nagykálói Korányi Frigyes általános iskola és gimnázium épületén. A belső terekben is történt változtatás és bővítés. Az elektromos hálózat korszerűsítése mellett 4 új tantermet is kialakítottak, és egy 40 férőhelyes új kollégiumi szárnyat is átadtak. Az intézmény vezetője azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően az iskola elismertsége reményei szerint tovább növekszik. Évről évre 2 osztálynyi elsős diákkal gyarapszik közösségünk. Továbbá szeretnénk a gimnazista korosztályainkat is továbbra is nevelni, oktatni. És úgy gondolom, hogy az iskola neveléséhez, oktatásához a jövőben is hozzá fog tartozni a kollégiumi ellátás biztosítása is. Tehát egy ilyen több célú összetett iskoláról álmodunk, általános iskoláról, gimnáziumról és kollégiumról. Az elmúlt években az infrastruktúrális feltételek soha nem látott mértékben növekedtek az iskolákban, most pedig a pedagógusok fokozatos béremelése is megkezdődik. Emelte ki Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Nyilván a nagykálói beruházás is jelentős, hiszen több mint 500 milliárdos beruházás volt. Megújult 4 terem, megújult a kollégium, és hát bízom benne, hogy persze ez majd folytatódik a következő években is. Amit említettem, hogy a pedagógusokat is érinti nyilván ez a változás, ami 10-11 év alatt megtörtént, most jövő évben folytatódik tovább a segítségnyújtás, 10%-kal emelkedik a bérük, és 10%-os emelést kapnak a pedagógusok. Jászolt mennyben a befogadhatatlan Krisztus születik! Krisztus! A nagykálói Korányi Frigyes iskolát 2017-ben vette át a Nyíregyházi Egyházmegye. A nyírbátori körzetben pedig összesen 6 oktatási intézményt működtetnek a görög katolikusok. Mint az Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, ezekben az intézményekben szemmel látható a fejlődés. Az elmúlt időszakban számtalan fejlesztés történt, ami az infrastruktúrát illeti. Nem mondanám most végig, de milliárdok kerültek beépítésre az iskoláinkba, bölcsődéinkbe, óvodáinkba, és ez arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy az a gondoskodó szeretet, amit a közösségünk, az országunk ad az iskoláknak, abból viszonzás is legyen. A nagykálói intézmény energetikai korszerűsítése összesen 351 millió forintból, a bővítéshez kapcsolódó munkálatok pedig további 200 millió forintból valósultak meg.